Ha körülnézünk a kiállító térben, jól látszik, hogy mindkét művész csodálatos színekkel dolgozik. Igazi kolorista festők, mondja Kocsis Katica kurátor, esztéta. Nagyon jól tudják használni ezeket a vibráló narancsokat, pirosakat, rózsaszíneket, és a koncepció leírásomban is az látszik, hogy azért mind a kettőjüket foglalkoztatja ez a látás, nem látás. Ugye az Ilona az utóképek sorozatában foglalkozik azzal, hogy mi az az utolsó látvány, ami a szemhéjunkon megjelenik, hogyha így mondjuk sokáig nézünk egy éles fénybe, és utána mondjuk becsukjuk a szemünket, akkor egy pillanatra még látunk ilyen utóképeket. A Fruzsit pedig foglalkoztatja azt, hogy mi az a, hogyha elkezdünk befelé nézni, melyek azok a dimenzióink, ami mondjuk nem látható kifelé, de hogyha haladunk befelé, akkor az úgy, tehát hogy ez a befelé figyelés, és hogy hogyan lehet ezeket a nem látható dimenziókat vizuálisan is megjeleníteni. Jellemző napjainkban, hogy párosan mutatkoznak be alkotók. Nagyon izgalmas megtalálni két művész között a közös hangokat, teszi hozzá a kurátor. Ez ugye nem jelenti azt, hogy hatnak egymásra direkt módon, vagy szándékosan mondjuk egy felé halad a pályájuk, viszont kurátorként lehet, vagy akár esztétaként, vagy művészettörténészként lehet felfedezni hasonlóságokat is, amiatt nagyon izgalmas így egymás mellett megmutatni két életművet. A kiállítás anyagából kitűnik, Keserű Ilona varázslatosan sokszínű életműve hogyan inspirálta a formák, a vonalak, a képépítés és a színek szintjén Kun Fruzsina alkotói hangját. Hát, ami a gondolat mentén elkezdtem dolgozni, ez a nem tisztán látás volt, amit többféleképpen meg lehet közelíteni, hogy valaki nem lát az időtől, hogy már régen történt, vagy nem tudom, engem azért zavart, hogy nem láttam, amit a pók lát a falon gyerekkoromban, vagy nagyon rossz volt a szemüvegem, szóval nagyon sokféle, de engem maga az érzés érdekelt. Ez a, amit én úgy képzelek el, amiről kiderült, hogy sok mindenki nem csinálja, hogy egy ilyen felfújt színes lufiba, én gyerekkoromban rendszeresen belefúrtam az arcomat a lufikba, és egyébként egy nagyon, nagyon szép ilyen rózsaszín, vagy lehetőleg az, és ilyen fura hangok vannak, viszont hát rövid ideig tart, mert elkezdesz fulladni, és hát veszélyes is, mert már bármikor szétpukkanhatsz. Szóval ez az ambivalens érzés, amit szeretnék megjeleníteni. De aztán ahogy telt az idő, úgy lettek a képeim valahogy egyre pirosabbak, meg rózsaszínek, ami nem szándékos volt, vagy szándékos volt, mert azt kívánkozott oda. És tulajdonképpen átfordult egy ilyen befelé belső világ, egy befelé fordulásba. A két alkotó kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. E mostani kiállítás pedig a két életmű közötti kötelék néhány elemére mutat rá. A művek belső szférákba, lírai dimenziókba, vagy éppen a szem mögötti tartományokba vezetik a nézőt, láthatóvá teszik a láthatatlant. A nyár lesz tehát Tündöklő és meleg című tárlat augusztus 31-ig látogatható a Múzeum Galériában Pécsen.